Tököli utca és a Móra Ferenc utca sarkon félig átvágták az utat. Több hónapja. Ennyi héjával be van temetve. Ottan, ha esetleg arra jár, akkor találkozik vele. Tegnapi napon találkoztam, mert úgy ismerjük a problémát. Tehát itt egy lehetetlen helyzetet eredményezett az, hogy a garanciában meg kellene csinálni annak, aki ezt a szállítékát csinálta. De tudok, pont a Kisernő utcánál, amikor becett azt hittem, hogy azt fogja mondani. Nem. Ott egy olyan szép kis lyukacska alakult ki, ahol mind a ketten úgy beleférünk, úgy állt ebbe a lyukba. Pusztán azért, mert a szennyvízvezeték nem megfelelően sikerült összeíreszteni két csövet, és ugye elmosta a víz az alákörtét. Tisztelet, böcsület, és ezúttal is szeretném megköszönni a polgármester hivatalnak a munkatársainak. Azt, hogy amikor én ezt jeleztem, hogy ott azért baj van, mert valaki sötétben bekanyarodik a kis Ernő utcára, akkor maga is elcsodálkozik, hogy hova jut. Tehát egy óra múlva körül volt kerítve, és a másik, hogy két nap múlva be volt az egész úgy temetve, hogy rajta volt a fasznek. A város nagyon helyesen tette, hogy amikor a Mózes urat fölkérte, hogy az új Kresszefény gyűjtésvágnak megfelelő táblásítás, vagy ne legyen ott tábla, vagy ne legyen ott a gyalogárka, vagy ne legyen kerékpárút, hogy helyre tenni a dolgokat. Én azt látom, hogy elindult, de mögöttem. Mi történt? Folyamatban van az egész. Ezzel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy ezeknek a feladatoknak jó részét közmunkások képezték el. A közmunkások azok, akiket kiképeztünk erre a feladatra. Ez bizonyos mértékben az a szakmunkban, mert nem teljesen mindegy, hogy hova rakom az egyes táblákat, és el kell tudni olvasni azt a rajzot, amit a kezébe adott az embernek a Mózes úr, vagy a kívülről. Azt körmetezik. Na most itt kezdődik a probléma, hogy sajnos rendkívül nagy a frusztráció abban a csapatban, hogy ezt csinálja. Ez szándék, határozott szándék. Ebben az időszakban, ebben a dekádban 130 milliót költöttünk erre a feladatra, iszonyatos összeg, ha belegondolsz, de nem jutottunk a végén. Én értem, mert a Móra Ferenc utcán felől, hogyha megyünk, vagy a Tököli felől, hogyha ordunk a Móra Ferenc utcán. A Móra Ferenc utca felől, hogyha megyünk, akkor az első felállásra. Az első a táblán bal oldalt, mert már szerintem jobbra kell helyezni. Arra a táblára tették rá, hogy a 30 km mezőben úgy van másfél éve, amúgyta ezt megintítottak. Kérlek, egy barok körül van a másik oldal. Mert az, hogy a többi táblát minden hölgyes fiákot fölold a keresztülés, hogy megismételni, az nem történt, de még ez sem. Köszönöm, hogy megerősítesz. Egy helyszínrajzot le kell tudni olvasni. Ez fontos. Nem mindegy, hogy hova tettem a lukat. Ezt, bocsánat, elnézést, nem akarok célozni. De gyakorlatilag ez ilyen eset volt. Hozzáértelmet kell mindenképpen erre akarok alkalmazni.